Szép jó napot kívánok kedves hallgatóinknak, akik az Oltalom Rádiót, a Másként Gondolkodók Rádióját hallgatják. Én Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja, és délig tartó beszélgetésünk beszélgetőtársa Balogh Károly úr, aki a Független Kisgazda és Földmunkás Párt jelenlegi elnöke, ami meglepetésként hathat sok hallgató számára, hogy egyáltalán létezik-e még kisgazdapárt, és hogy milyen formában létezik. Hát ezt fogjuk ma fejtegetni Balogh Károly elnök úrral. Szervusz, köszöntelek, hiszen már találkoztunk néhányszor, is tegeződünk. Bort, búzát, békességet. Én is köszöntöm a hallgatókat. No, az előbb a Jobbik volt elnökével, Vona Gáborral beszélgettünk. A Jobbik az egy új párt. Tulajdonképpen a rendszerváltás óta legalábbis a mostani parlamentben csak új pártok vannak, hiszen ezek mind a rendszerváltást közvetlen megelőzően vagy a táján alakultak. Viszont van két olyan történelmi párt, aminek igazi társadalmi beágyazódottsága és történelmi múltja van a magyar politika történetben, az egyik a Független Kisgazdapárt, a másik pedig a Szociáldemokrata Párt. Egyik sincs ma ott a politika élvonalába, pedig a társadalmi beágyazódottságuk az megkérdőjelezhetetlen. A műsor előtt mesélted, hogy talán egy héttel ezelőtt egy vidéki rendezvényen közel fél ezeren léptek be a Független Kisgazdapártba. Még nem léptek be, csak kinyilvánították belépési szándékukat, úgyhogy kitöltötték a belépési nyilatkozataikat. De amit elmondtál, abban tökéletesen igazad van, és talán pont ez a bűne is ennek a két pártnak, és pont ezért kapja azt, amit kap. Ezzel kapcsolatban van egy jó, meg egy rossz hírem, kezdem a rosszal, hogy gyakorlatilag az, hogy jelen pillanatban csak új pártok szerepelnek a parlamentben, ez egy tudatos munkának az eredménye, hiszen annak idején, amikor eldöntötték, hogy itt egy rendszerváltást fognak elbábozni, akkor kifejezetten ügyeltek arra, hogy az összes olyan párt, ami valódi társadalmi beágyazottsággal bír, azokat kitömték olyan regisztrált ügynökökkel, akik gondoskodtak arról, hogy ezek a pártok véletlenül se tudják elérni azt, hogy bent maradjanak hosszú távon a parlamentbe, illetve hogy bármi módon szolgálni legyenek képesek azt a közeget, akik valóban és valódi választásokon őket megválasztották. Bocsáss meg, de akkor ezzel tulajdonképpen azt állítod, hogy a rendszerváltást megelőző utolsó időszakban, amikor az új párt, a pártok újjá alakultak, hiszen a Kisgazdapárt meg a Szociáldemokrata Párt az nem megalakult, hanem újjá alakulhatott, akkor az akkori rendszernek a titkosszolgálata titkosszolgálati eszközökkel képes volt befolyásolni ezeket a párt alakulatokat, párt formációkat. Én az MDF történetéből tudok mondani olyan esetet, amikor az MDF nagygyűlésen volt egy kedves ember, aki tolószékkel vett részt ezen az összejöveteleken, illetve ezeknek a sokaságán, és a végén kiderült, hogy az ő tolószékébe volt beépítve a lehallgatókészülék. Tehát a titkosszolgálatok ez az messzire elért, nem csak fizikailag, hanem időbenileg is, hiszen azt látjuk, mintha most is lenne ráhatása az akkori titkosszolgálatok eszmei örököseinek a mostani politikai folyamatokra, hiszen ellenetek most is van a Kisgazdapárt ellen egy olyan felszámolási eljárás, ami a jogi kritériumok egyikének, semmelyikének se felel meg. Hát igen, de ezt egyáltalán nem zavarja sem a hatalmat, sem a joggyakorlókat, sem az igazságszolgáltatást, és nem zavar az ég adta világon senkit. Az, hogy a rendszerváltásnál szinte kizárólag ügynökök lettek alkalmazva
azokra a rombolási folyamatokra, ezek ma már tények. Tehát abban az esetben, hogyha létrejön egy olyan parlament, amelyik végre nyilvánosságra merné hozni az ügynök aktákat, akkor azokból csodálatosan lehetne látni azt a tudatosságot, amivel az elmúlt 32 év alatt lerohasztották ezt az egész rendszert. A szándék az abszolút nemes volt, és abszolút jó volt, de az a fajta kivitelezés, és azok az emberek garantálták a bukást, ahova most eljutottunk. Tehát annak idején, amikor Horváth István belügyminiszter, Belec János és Posgai Imre megállapodott abban, hogy lehetőség szerint segítenek létrehozni azokat az ellenzéki pártokat, amik majd tovább viszik az ő munkásságukat, és ezt egyébként baromi jól el is végezték. Menjünk vissza 32 évet az időben. Okay. 1989. decemberében járunk, igen, amikor a Független Kisgazdapárt beadja a cégbíróságnak a kérelmét, hogy, igen, jegyezzék be és újra kezdje, igen, el. Ez 89. decembere, és 90. január első hetébe vagy második hetébe meg is jön a válasz, hogy igen, Vörös Vince volt az, igen, aki bejegyeztette ezt a pártot. Aztán utána lezajlottak a választások, nagyon jól szerepelt a Kisgazdapárt, sőt, hát bekerült abba a hármas koalícióba MDF, Kisgazdák, Kereszténydemokraták, akik a rendszerváltás első kormányát megalkották. Ki is töltötték ezt a 4 évet, az első 4 évet. De aztán részben, igen, 1992-ben történt valami. Kiderült Torgyán Józsefről, hogy ügynök volt. Tehát, hogy ő a 3/2-es, vagy én már nem is tudom, hogy a 3/3-asnak volt. 3/3-as. 3/3-asnak volt az ügynöke, kiderült a fedő neve, minden kiderült róla, és akkor a Kisgazdák úgy döntöttek, hogy ezek után nem lehet a Kisgazdák egy rendszerváltó párt elnöke és parlamente frakcióvezetője, és akkor nagy hirtelen bejegyeztek egy másik Kisgazdapártot, ez 1992. augusztus 27-e. Augusztus 17-e. Augusztus 17-e, bocsánat. A két párt között annyi volt a különbség, hogy két karakter eltérés volt, egy vesző és egy kötőjel, ha jól tudom. Ennyi volt az eltérés a két párt között, viszont ami érdekes, hogy a Vörös Vince párt megszűnéséről semmiféle bírósági határozat nincs, ahogy ennek az új pártnak a bejegyzéséről nincs semmiféle bírósági határozat. Így van, volt egy 89-es pártörvény, ami teljesen konkrétan körülírja, hogy keletkezik egy párt, és hogy szűnik meg egy párt. A bíróság visszaélve a hatalmával bejegyzett egy szerintünk klón papírpártot, aminek nem volt kérelme, nem volt bejegyző határozata, a mai napig nincs. Ezekről jogerős bírósági ítéleteim vannak, tehát ezek légből kapott dolgok, ezek úgynevezett részjudikáta, tehát ezek már ítélt dolgok. Tehát nincsenek ilyen dokumentumok, ennek ellenére a mai napig kettő párt van nyilvántartva, mai napig folyamatosan hamisítják bírósági alkalmazottak, bírósági titkárok, bírók, és a közhitelesnek mondott nyilvántartást, és gyakorlatilag teljesen lehetetlenítik a Kisgazdapárt munkáját. Mondok rá konkrét példát. Most volt egy kezdeményezésünk két másik párttal, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szerettünk volna egy népszavazást, ami kötelezi a parlamentet soron kívül, hogy tárgyaljon
az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról. A pro és kontra. Tehát mi nem azt mondtuk, hogy arról szavazzunk, hogy már pedig nem csatlakozzunk, hanem mi... Mert ugye arról nem lehet. Hát, hogy lehet, vagy nem lehet, ez most egy más kérdés. Igen, de azok a szabályok, amik nem törvényesen jönnek létre, azokat a szabályokat nem nagy bűn, nem elfogadni és nem foglalkozni vele. Ettől függetlenül mi kizárólag annyit kértünk, és arról szerettünk volna egy népszavazást, hogy igenis arról szavazzunk, hogy vagyunk-e többségben olyanok, akik egy érdemi vitát szeretnénk hallani a parlamentben erről a kérdésről, és ragaszkodunk ahhoz, hogy utána a parlament szavazzon is róla. Tehát ez nem egy nagy trövány. Mindenki a nevét adja ahhoz, hogy vélekedik erről a kérdésről. Pontosan, mert ez jelen pillanatban hiányzik. Tehát ez a fajta jogalkotás, amit most legnagyobb örömömre vállalt az Orbán kormány, hogy most már ezt ő meg fogja változtatni, és most már kommunikálni fog. De ehhez 3 milliárd elvonásával kellett megfenyegetni az Orbán kormányt, hogy erre hajlandó. Hát nézd, mindenkinek máshol van a tűrés küszöb. Tehát náluk 3 milliárd. Tehát, de én úgy gondolom egyébként, hogy maga az irány az abszolút jó. Az, hogy ez egyáltalán ebben a rendszerben kivitelezhető-e, az egy másik kérdés. Tehát azoknak tehát azt a mechanizmust, ami most az elmúlt 12 év során kialakult, ami egyébként ugyanaz, mint ami előtte volt, csak éppen tökélyre vitték a kommunikáció nélküli, egyeztetés nélküli jogalkotás. Tehát igazából ez az elmúlt 32 év nagyon komoly munkája, amivel ennyire mélyre és ennyire lejutottunk. Bocsáss meg, igen? Csak hogy szemléletesebbé tegyük a dolgot, igen? Hogy micsoda zavart okozott ez a 92. augusztus 17-i döntés. Ennek az esztendőnek az őszén, amikor a költségvetési támogatásról kellett a pénzügyminisztériumnak rendelkeznie, illetve döntenie, akkor az akkori pénzügyminiszter Kupa Mihály a pártokat bejegyző bírósághoz fordult, hogy akkor most legyenek szívesek, mondják meg, hogy az évi pénzt, juttatást, azt melyik pártnak küldjék. Tehát még a pénzügyminiszter a kormány tagjának a fejébe is zavar volt, és hát ő azt a választ kapta, hogy a Tordján-féle 1992. augusztus 17-én bejegyzett pártnak kell. Most egy a népszavazási kezdemény, amit a három párt, amit említettél, benyújtott, azt azzal utasította el a választási bizottság, hogy a te általad vezetett független kisgazdapárt felszámolás alatt van. De kiderült, hogy tulajdonképpen nem a te pártod ellen van, tehát nem a Vörös Vince által bejegyzett párt ellen van felszámolási eljárás, hanem a Tordján-féle, a két karakterrel eltérő nevű. Tehát olyan zűrzavar van a magyar jogszolgáltatás területén, ami az ember csak néz, hogy hova keveredett, hogy Európa közepén vagyunk a 21. század első harmadába, egy jogállamba? Hát jogállamnak semmi szín alatt nem nevezhető egyébként, de ez egy baromi jól megkonstruált káosz, ami kifejezetten csak azt a cél szolgálja, hogy ne akarjanak beszélni róla. Egyébként nekem is a legnagyobb fejtörést mindig az okozza, hogy butítsam le a történetet annyira, hogy ez egyértelműen érthető legyen. Ez néha sikerül, néha nem. Ebben a konkrét esetben, amiről beszélünk. Tehát ott gyakorlatilag a választási bizottság arra hivatkozva, hogy az én képviseleti jogom az megszűnt erre, és ezért nem volt jogom beadni ezt a kérdést, függetlenül attól egyébként, hogy másik két párttal közösen adtuk be ezt a kérelmet, tehát ez az én
álláspontom az, hogy ebben az esetben, hogyha neki ez a véleménye, akkor természetesen tiszteletben tartjuk az ő véleményét, akkor engem ki kellett volna zárni ebből az eljárásból, és a másik két párt, ez az Egészséges Magyarországért választási párt, illetve a Tisza párt, az Egri Tisztelet és Szabadság párt, az ő kérelmüket viszont el kellett volna bírálni. Most négy oldalon keresztül ecsetelték, hogy én miért nem vagyok ennek a pártnak képviselője, ami teljesen törvénytelen, ugyanis a pártok esetében a felszámolás az egy speciális eljárás. Tehát valóban gazdasági ügyekben én nem képviselhetem a pártot, ezt a felszámoló képviselheti. De akkor, amikor az én képviseleti jogomat 100%-osan megvonta a törvényszék. Tehát a politikai képviseleti jogodat. Abszolút, így van. Ez teljesen törvénytelen. Ez teljesen törvénytelen. Tehát ez mindennek ellent megy. És hogy ezt leplezze a törvényszék, hogy ezt elkövették, ezt a jogtiprást, ezért most elkövettek egy újabb jogtiprást, ugyanis a mi elnöki, illetve az elnökségnek is a mandátum az lejárt, és előtte tartottunk egy nagy választmányt, beadtuk a kérelmünket a bíróságnak, a hatályos törvények értelmében 30 napon belül ezt a bíróságnak el kellett volna bírálnia valamilyen formában, és megállapításokat tehetett volna. Ha ezt nem teszi meg, akkor további 30 napja lett volna arra, hogy ezeket a hiányosságokat orvosolja. Ha akkor sem teszi meg, akkor a törvény erejénél fogva a kérelem az eredeti tartalom alapján létrejön. A törvény erejénél fogva, és ez a törvényben le van írva, és még csak azt sem lehet mondani, hogy ez egy régi törvény lenne, ugyanis ezt a jelenlegi kormánypárt a parlamenti többsége szavazta meg a jelenlegi parlamentben, tehát ez egy abszolút hatályos törvény. Ennek ellenére ezt a bíróság felülírja, vagy nem foglalkozik vele, ami számomra azért nonsens, mert a törvényeknél a jogalkotói szándék az egy abszolút felülírhatatlan dolog. Tehát amikor a parlament úgy döntött, hogy igenis szabályozza a bíróságok idejét arra, hogy ők elbírálják az ilyesfajta kérelmeket, akkor pontosan azért dönthetett így, mert érzékelték, hogy a bíróság visszaélve a hatalmával nagyon sok pártot hoz abban a helyzetben, hogy nem tudnak választáson elindulni, nem tudnak megjelenni semmilyen formában, mert a bíróság bojkottálja őket, és egyszerűen nem hajlandóak a törvénybetűjének megfelelően döntéseket hozni. Távol járunk az igazságtól, azt mondjuk, hogyha egy párttal, egy történelmi párttal ez a jogsértés megeshet, ami most már 30 éve tart. Tehát egy 30 éve egy jogellenes állapotban van a független kisgazdapárt. Egy olyan párttal, amelyiknek történelmi múltja van, politikai múltja van, jogi háttere van, tehát vannak nyilván jogászai, hozzáértő emberek, akkor egy magyar állampolgár mennyire kiszolgáltatott? Kiszolgáltatott a hatalomnak? Kerülhet ugyanolyan helyzetbe, mint a kisgazdapárt? Hát annyira kiszolgáltatott, hogy csak körül kell nézni. Tehát te gyakorlatilag ez napi gyakorlat, hogy cégeket vesznek el emberektől, hogy végrehajtásokat indítanak minden ok nélkül. Hogy tanárokat rúgnak ki, mert megmernek szólalni. Tehát ez teljesen normális, és,
és beleillik abba a napi. No, ezt csak azért tettem föl ezt a kérdést, hogy itt nem egy párt belügyeiről van szó, tehát nehogy valaki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, oldják meg ők, nagyon könnyen ugyanerről a sorsra juthat bármelyik magyar állampolgár. Ha jól tudom-e, hogy fordultatok nemzetközi fórumokhoz is ebben az ügyben, nevezetesen az Európai Unió bizottságához, parlamentjéhez, nem tudom pontosan ki, ez kihez fordultatok? Hát a parlamenthez is, a bizottsághoz tehát is. Mind a kettőhöz fordultatok? Mindenkihez fordultunk, de gyakorlatilag mindenhol azzal találkozom, hogy mint információ nem tudják befogadni ezt a dolgot, ugyanis az, hogy egy állam tudatosan és következetesen lehetetleníti el az egyetlen történelmi pártját. Nem lehet akkor ennek is köze, vagy nem? A jogállamisági kérdésben ez nem beleértendő? Abszolút. Tehát abszolút. Csak hogy, mert én szerintem a hallgatók jelentős része is azt mondja, hogy mit szórakozik itt a jogállamisággal az Európai Parlament, küldjék azt a pénzt, azt minden rendben van. Hát marhára nincs rendben. Hát azért nem tudják a kéréseteket értelmezni, mert meg se fordul a fejükbe, hogy olyan viszonyok között, ami az Európai Unió tagállamainak a 99%-át jellemzi, tehát a jogállamiság, az Magyarországon nincs. Hát nem véletlenül lett a vizsgálat tárgya a jogállamiság helyzete Magyarországon. Hát ti ennek az iskola példája, vagy az állatorvosi lovai vagytok. Abszolút. Így van. Így van. De egyébként számos más párttal is előfordult, hogy a bírósági önkény miatt nem tudtak, például a Jobbik nem tudott időközi választáson, amikor elindulni, mert nem tudott, most a Gyöngyösit sem hajlandóak bejegyezni. De egyébként annak idején én emlékszem az SZDSZ-be, amikor a Fodorkóka vita volt, és azt is a bíróság döntött el, és ennek az lett a vége, hogy az SZDSZ az gyakorlatilag megszűnt létezni. És hogyha szóba kerültek itt a rendszerváltó pártok, gyakorlatilag az összes rendszerváltó párttal ugyanez történt. Magát a KDNP-t is a bíróság játszott át annak idején, és a bíróságnak lehet köszönhető az, hogy gyakorlatilag az eredeti KDNP az obligon kívül került, és nem tudott megszólalni. Tehát ez egy abszolút gyakorlat, abszolút bírósági bevett gyakorlat, és azért nem lehet vele mit kezdeni, mert a törvények azok megvannak, le vannak írva. Csak az egy abnormális állapot, amikor a törvényeknek a végrehajtói, a törvényesség élni kell, de a bíróságoknak, és nem visszaélni. Csak ezzel mit kezd az ember? Tehát hogyha azok hamisítanak, és azok követik el a bűncselekményt, akiknek az lenne a dolguk, hogy igenis törvényi felügyeletet gyakoroljanak. A pártok fölött az ügyész, aki a legfőbb ügyész, aki a törvényességre kellene, hogy figyeljen. Ezért a legfőbb ügyészség magánjogi főosztálya minden egyes pártokkal kapcsolatos végzést megkap, és ugyanilyen fellebbezési lehetősége van, mint bárkinek. Tehát kérdezem én most, én mint egy egyszerű püspökladányi parasztgyerek, tehát nem azoknak a jogvégzett ügyészeknek és jogvégzett bíróknak lenne a dolga, hogy legalább a törvények betűjét betartsák. A beszélgetésünk elején egy elég súlyos állítás hangzott el részünkről. Igen. Én magam is mondtam, és te megerősítetted, hogy hát bizony a titkosszolgálatoknak, vagy a szolgálatoknak
a rendszerváltást megelőző időszakban igen komoly beavatkozási aktivitásuk volt az új pártok alakulásába, de van olyan bizonyíték is, ami néhány évvel ezelőtt a te előttedi pártelnök, valamilyen Péter, nem jut eszembe a vezeték neve. Hegedűs Péter. Hegedűs Péter pártelnök bíróság előtt tett vallomása, amit nem tudok szó szerint idézni, de te tudod idézni, aki azt mondja, hogy igen, hát én a pártelnöki tevékenységemet a szolgálatok irányításával végeztem. Jól idézem, vagy jól mondom? Hát erről jegyzőkönyvünk van, hiteles bírósági jegyzőkönyvünk van. Ezt azért volt kénytelen elismerni, gondolom, mert úgy szól a felszámolási törvény, hogy a vagyonvesztésért a képviselő teljes magánvagyonával felel. De annak idején, amikor hozzám bedobtak egy levelet, ami meg úgy szólt, még Hegedűs Péter kinevezése előtti időről beszélek, ami úgy szólt, hogy az állambiztonság jogfolytonosságának biztosítása véget, Hegedűs Péter munkatársunk lenne az a személy, aki biztosítja, és kérték a kollégák operatív munkáját a bíróságokon, hogy ezt elérjék, és ezt érdekes módon úgy elérték. De te nem te voltál a címzet, ez csak neked valaki eljuttatta. Nem én voltam a címzet, ez az állambiztonságnak írta. Tehát ez egy belső valaki, levelezés. Ez egy belső levelezés volt, ami teljesen véletlenül hozzám elkerült. De ezt követően... Bocsáss meg, amikor a Hegedűs Pétert a bíróság igen. számon akarta kérni, hogy mi van a kisgazda igen. vagyonnal, igen. akkor ő, hogy mentse a bőrét és a saját vagyonát, akkor tette ezt a vallomást, hogy itt tulajdonképpen ő nem saját akaratából, így hanem van. A szolgálatok követelésére vagy irányításával cselekedte azt, amit cseletett, például eltapsolta a kisgazda székházat. A szolgálatok iránymutatása alapján és a folyamatos ellenőrzése mellett végezte az áldásos tevékenységet. Na azt hiszem, hogy ilyet még nem hallottak a kedves hallgatók se az Oltalom rádióban, se egyetlen rádióban, mert hát ilyenekről idáig nem volt szó, hogy mitől is tartunk ott, ahol tartunk. Hát nézd, de igazából azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy a rendszerváltás előtti időkben a szolgálatok vezetői az kimondottan képzett és nagyon-nagyon magas tudással rendelkező nyelveket beszélő világlátott emberek voltak. Ez az átlag állampolgára nem mondható el, hiszen akkor azért azok alatt azok olyan körülmények voltak, hogy 3 évente egyszer lehetett 50 dolláros keretből elmenni. 70, akárhol. 70. Először 50, utána felemelték valóban 70-re, azért kellett a nagymamát is vinni magukkal, amikor Gorenjét vásároltak, nem tudom, emlékszel rá. Hogy ne emlékezni? És a nagymamák ott ültek hegyes halomba. Nagy ausztriai utazások. Szégyen volt ott abban az időben magyarnak lenni. De gyakorlatilag most ugyanide jutottunk. Tehát most már, amikor külföldön megkérdezik, hogy most Nyugat-Európáról beszélek elsősorban, hogy honnan jöttünk, és kik vagyunk, és főleg, hogyha szóba kerül a párt, akkor egyszerűen szégyellem. Azt, hogy el kell mesélni, hogy tulajdonképpen hol tartunk, és mit csinálunk, és nem tudják befogadni, mint információ. Tehát egy olyan információ, az egy normális jogállamban... A hiányzik. Pontosan. Tehát amikor a magyar állam követel köztörvényes bűncselekményeket 30 éven keresztül, egy párt ellen, vagy egy magánember ellen. Tehát hogyha most ezt a történetet lebutítjuk, ha 30 évvel ezelőtt kiállítanak véletlenül egy
halotti anyakönyvi kivonatot a számomra, amiben ráadásul két karakterrel különbözik is a nevem. És utána az egyik eljárásba élőként fogadnak el, a másik eljárásba halottként fogadnak el, tehát gyakorlatilag nem fogadnak el, és ezt 30 éven keresztül hiába állok ott a teljes valomban, és kérem, hogy de hát én élek. De ezt a rendszer nem hajlandó elfogadni. De tudod, hogy mennyire életszerű a példád? Hát néhány nappal ezelőtt egy szomszédos országban az egészségügyi miniszter azért mondott le, mert egy élőt összekevertek egy halott emberrel a dokumentáció során, a dokumentálás során. Hát egy jogállamban ez a normális mód. Tehát akkor, amikor én Varga Judithoz elmentem, és készítettünk egy anyagot, amiben közokiratokkal igazoltuk az elmúlt 30 évnek a jogsértéseit. Abszolút jogsértéseit, jogon kívül kezeléseit, köztörvényes bűncselekményeit, amik a kisgazdapárttal kapcsolatban el lettek követve, akkor Varga Judit három független ügyvédirodát megbízott azzal, hogy akkor nézzék meg, hogy az én állításaim igazak, vagy nem igazak. De nem lehet, hogy ezután a látogatás után, ami a közelmúltban történt meg, igen, erősödött föl a felszámolási eljárás a kisgazdapárt ellen? Hát nem látsz a kettő között összefüggés? Hát pont ezt mondom. Hát ez az abnormális ebben, hogy Magyarország... De kaptál választ egyébként, írásbeli választ az igazságügyi minisztertől? Abszolút kaptam, ombudsmanhoz irányított, hogy ezzel a kérdéssel az ombudsman tud foglalkozni, és amikor ombudsmanhoz fordultunk, akkor ő pedig azt válaszolta, hogy mivel ez egy hiba, ezért ezt a bíróság egy kérelemre orvosolni tudja, ami valóban igaz. Lenne jogállamban. Egy jogállamban így van, de ez Magyarországon sajnos nem működik. Tehát Magyarországon, amikor én a legelső kérelmemet benyújtottam a fővárosi törvényszéknek, és kértem, hogy a jelenleg töröltként nyilvántartott pártot élessze újjá, élessze fel, és a törvénytelenül bejegyzett klónpártot pedig tüntesse el a nyilvántartásból, és utaltam arra, hogy még ráadásul én nevük sem azonos, akkor a bíróság ezt úgy próbálta elrendezni, hogy hozzá hamisította a klónpárt nevét az eredeti párt nevéhez. Most ettől egy jogi nonsensz jött létre, hiszen ugyanaz a szervezet van töröltként is, meg működőként is nyilvántartani, és ennek a hamisításnak köszönhető az. De ne haragudj, de ezek ennyire hülyék, hogy ezt se veszik észre, vagy nem érdekli őket? Hát töröltként is, meg nyilvántartottként is ugyanaz, mert hozzahamisították a két karakter eltérést. Igen, de nem, de kit zavar? Tehát rajtunk kívül a világon senkit nem zavar, de ennek a hamisításnak köszönhetjük azt, hogy jelen pillanatban egy olyan nevű szervezet ellen folyik a felszámolás, amilyen nevű szervezet egyáltalán nem szerepel a szervezeti nyilvántartóban. És ez ráadásul a Torgyenféle formáció. Ebben a pillanatban így van, de ebben a pillanatban az mondjuk tök mindegy. Tehát... Nem mindegy, mert te vagy a terheltje, illetve a te pártod a terheltje. Hát igen, de azért, mert a mi nevünk hasonlított legjobban ahhoz a szervezet, annak a szervezetnek a nevéhez, és egyébként mostanában sorozatban kapok olyan bírósági végzéseket, amik azt arra hivatkoznak, hogy de lehetett volna, meg így is történhetett, meg tehát ilyen, tehát nem... Ilyen feltételes módban megfogalmazott dolgok. Így van, így van. De én azt is tudom, hogy voltak olyan bírósági hivatkozások, hogy kár ebből ügyet csinálni, ez egy egyszerű adminisztratív tévedés.
Nem, ez egy bírósági tárgyaláson hangzott el. Egyébként ezek a jegyzőkönyvek is természetesen hitelesített formában megvannak, mert ezek a jegyzőkönyvek is közokiratok. Tehát gyakorlatilag közokirati formában, közokirattal rendelkezem arról, hogy a bíróság elismerte, csak hibának állította be. Most ezen a tárgyaláson én természetesen ezt elfogadtam, és kértem, hogy ha hiba, rendben van, akkor hozzák helyre, hiszen a hibákat, amiket elkövetünk, azokat, és ráadásul ebbe partner a másik, hogy azt én orvosoljam, akkor ezt megteszem. Most ennek ellenére nem teszek semmit, azóta is folyamatosan hamisítják a közhitelesnek mondott kivonatokat. Az elmúlt 3 évben minimum 4 alkalommal nagyon durva. Ennek ellenére, hogy ilyen jogi környezetbe kell működnie a kisgazdapártnak, meg hát a többi pártnak is, hát a múlt hét egyik fontos híre volt, hogy 73 párt ellen indítottak vizsgálatot, és aminek lehet, hogy a vége ezeknek a pártoknak a felszámolása lesz. Csak azért, mert nem teljesítettek azt a törvényi kötelezettséget, hogy 2 egymást követő választáson elinduljanak, holott a választójogi törvény szinte kizárja az egyedülként való elindulás eredményességét, tehát biztos, hogy semmire sem megy vele. Ha meg összeáll egy másik párttal, akkor először 5%-ot kell elérni egyedül, ha ketten akkor 10-et, ha 3-an, akkor 15-öt, tehát annyira megnehezednek a feltételek, és akkor ezeket a pártokat szép csendben felszámolják. De ennek ellenére ti folytatjátok az aktivitást. Ugye az egyik aktivitás, hogy beadtátok ezt a népszavazási kezdeményezést az Európai Unióhoz ügyészségéhez való csatlakozás kérdésében, a másik pedig, hogy, mert úgy tudom, hogy van ilyen aktivitásotok, hogy ami az egész országot érinti, hogy a fenébe van az, hogy fölemelkedtek az energiaárak, és a rendszerhasználati díjak ugyanúgy emelkedtek, hozzá lettek igazítva az energiaárak világpiaci árához. Nem, jobban emelkedtek. Jobban emelkedtek? Így tehát azt meghaladó módon. Ugye ehhez érdemes tudni, hogy egy jelentős része a szolgáltatóknak az most a Mészáros Lőrinc, illetve Orbán Viktor szűkköréhez tartozó birtokában van. Tehát valaki ebből nagyon gazdagodik. Na de ez teljesen jellemző egyébként. Tehát annak idején nem tudom, hogy ki emlékszik, ki nem, de amikor jellemzően rokkant nyugdíjas trafikosoktól elvették a dohánykereskedelemnek a lehetőségét, a kiskereskedelem lehetőségét, és ezzel gyakorlatilag tönkrevágtak több tízezer embert, és létrehozták a Lázár János féle nemzetközi dohányboltokat. Tudom, hogy nemzeti, de nem vagyok hajlandó nemzetinek hívni egy dohányboltot, mert ezt én méltatlannak tartom. Akkor a 2% nyereséget azonnal felemelték 10%-ra. És erről a világon senki nem beszél. De kihez akartok fordulni ennek a kérdésnek a kivizsgálásához? Mert adódik a fogyasztóvédelem, adódik néhány olyan szerv, kamara, akihez lehetne fordulni, kereskedelmi és iparkamara. Mi a következő lépés? Károly, én megmondom neked teljesen őszintén, hogy nekem egyre inkább meggyőződésem, hogy értelmetlen a jelen helyzetben olyan állami centralizált felügyeleti szervekhez fordulni, mert egyszerűen nincs értelme. Meg kell találni azt a módot, ami ebben a pillanatban, őszintén megmondom, fogalmam sincs, hogy mi az, de ez olyan, mint egy energiavámpírság. Tehát itt gyakorlatilag bárhova nyúlsz, mindenhol rohad minden, és mindenhol szélhámia van, és mindenhol, de ez igaz annak a hitelmoratóriumra, ami moratórium azt jelenti, hogy megállott, ahol van, és amikor feloldják, akkor ott elindul. Csak hát ez nem így van. Ehelyett a bankok azt csinálják,
hogy létrehoznak alszámlákat, és ott kamatoztatják a be nem fizetett összegeket, majd amikor feloldották a moratóriumot, akkor visszarakják a tőkét az eredeti számlára, és a kamatotra pedig úgynevezett mikrohiteleket létesítenek, és ez egy... Ez tehát egy meg kell jövő. Fizetni, nem egy időbeli eltolódásról van szó, nem arról, hogy egy darabig nem kell fizetni, de az addig rárakódott kamatokat utólag ki kell fizetni. Hát ez nem moratórium. Hát oké, csak akkor azt máshogy hívják. Tehát azért az uzsorázás az annak idején, én úgy emlékszem, bűn volt, és de azért én még olyat nem láttam, hogy egy állam törvényesen rabolja ki a saját nemzetét, és tudatosan, szisztematikusan. És ez történik mindenhol, az autópályadíjak drasztikus emelésében, ami... És mindenhol a Mészáros Lőrinc keze érhető el. Hát ki más? Hát egyedül ő benne bízunk. Így van. Időnk végéhez értünk. Azért beszélgettünk ilyen hosszan a kisgazdapárt ügyéről, mert egyrészt próbáljuk megvilágítani, hogy mi a baj az Európai Uniónak a jogállamisággal. Másrészt szeretnénk arra rávilágítani, hogyha egy párt így tud járni, és hát a szociáldemokraták is hasonlóképpen jártak, ha bár őket ennyire nem hurcolták meg, de akkor ez minden magyar állampolgára számára egy nyitott lehetőség. Tehát tessék úgy figyelni a jogi eseményeket, kedves magyar polgártársak, hogy bármikor kerülhetek olyan helyzetbe, aki mellett most úgy megyek el, hogy már úgy járt, hát így járt, hát van ilyen, de én biztos nem. Na hát ez a biztos nem, ez ami egyáltalán nem biztos, sőt. Majdnem biztos, hogy így bárki így járhat. Hát kedves Károly, köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy megosztottad gondolatainkat velünk, és a kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, és hát remélem, hogy a mai beszélgetések tanúságul szolgáltak mindnyájunknak. Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm én is, és Isten áldjon benneteket.